Na sziasztok, üdvözlök mindenkit! Most ebben a gyors videóban meg fogjuk nézni az Apple bejelentéseket. Srácok, most nem az lesz, hogy én összeírom egy nagy listába, mint eddig, és felolvasom nektek, mert egyrészt ezek a videók nem voltak olyan népszerűek, másrészt pedig az elég nagy meló, és nem ér annyit, hogy most itt ülök 11-ig, aztán felveszem a videót, meg összevágom, mert egyszerűen hát kipróbáltam már, és nem nagyon néztétek, illetve rájöttem, hogy nagyon tömör, tehát túl tömör. Bárki el tudja olvasni, hogy mik az újdonságok, amúgy lement az Apple kínót, azt kihagytam, kb. pár perc vége, és igazából megnézzük az újdonságot, illetve ez egy reakció videó gyakorlatilag, Úgyhogy elnézést a képért, most nem a kamerával veszem fel, hanem a géppel, de nem véletlen, mert mindjárt meglátjátok. És hát ennyi gyakorlatilag. Remélem, hogy tetszik ez a formátum, majd írjátok meg, hogy tetszik-e. Ez a inkább ez a reakció. Nem az, hogy én összeszedem és elmondok mindent, amit el tudok olvasni, amúgy is meg amúgy is már kijöttek a cikkek róla. És az első jelentés a Sirius 8 volt. Úgyhogy nézzük meg erről a kis filmet, Remélem, nem tiért le a YouTube, de mindegy. Nézzük. Na, nézzük az eset a Sirius 8-as videót. Remélem, nem le a YouTube. Lesz olyan kedves. Nem nagyon sokba változott, csak közben lené, lehalkítom. Ugyanaz a design maradt, a Series 8, látjátok itt a nagyon kiemelték, hogy sportolhatsz ezzel is, tehát van egy GPS ugyanúgy, design ugyanaz. Úszat is benne, ú, de jó. Nem volt annyira nagy dolog uh, itt a Series 8 ba Nem tudom, látjátok, hogy a design ugyanaz maradt, tehát legykelták, hogy a Series 8-nak a design is olyan lesz, mint az iPhone 12-től kezdve. Nem, ennél még nem. ECG-t mér. Igen, az is eddig is benne volt, ugye. Igen, itt az új sleep tracking, ami nagyon brutál, mármint jaj, de nagy, nagy zolok meg én, mert a legolcsóbb mi tudja, ugye, az ilyen szintű sleep trackinget, vagy alvásselemzés, de a WatchOS 9-től az összes Apple Watch, ami megkapja, tehát 4-estől fölfele. A 3-as már nem, Szóval a remet méri, meg, meg ilyesmi, a mély alvás, tudjátok, ez az alvás elemzés. Van egyébként hőmérsékletmérés ciklus alatt, ez hölgyeknek ugye, menstruális ciklus alatt, hát fizethetsz vele. Van ugye detektálja, ha elesz, ez eddig is így volt, viszont ezeket az impact noise-nak mondja, ezeket a hangokat a, a tudja rögzíteni, és az alapján is tudja érzékelni, hogy baleset történt-e. Ugye bringával elesel, azt eddig is érzékelte. Viszont mostantól uh, érzékeli az autóbelesetet. Azt nem tudom, hogy eddig volt ez a Sirius 7-be, nem emlékszem. De látjátok, érzékelte. Hát erre legyen szükség, erre legyen szükség. Ők is kivehetik, hogy remélhetőleg ezt sose tapasztaljuk meg, ugye? És gyakorlatilag ennyi. Nem nagyon pakoltak ebbe újdonságot. Itt nem, nincs is nagyon kiemelve az, hogy és ciklus alatt, bár ez diszkriminatív, mert értem az nem vonatkozik, ugye, mert férfi vagyok, diszkriminatív, csúnya ebből, Men menzesz alatt, mélia, testhőt és jelez is. Na mindegy, úgyhogy színekben sincs egy eltérés, ez volt a Series 8, és az ár is itt van. Kész ez 9000? Szerintem olcsóbb volt ennél. Bű 369, tudjátok ki veszi -e? Tudjátok ennyire ki veszi -e? Mészáros lölő? Se bár neki lehet egy órai, órás fizetése. Na, ilyen, ilyen, árak, ilyen tokok, menjünk tovább akkor, mert ennél van egy izgalmasabb epülvacs is, és akkor mutatom. Henike, neked hiába mutatom, mert ugyanaz, ugyanaz, mint eddig. Csak mutatom. Úgyhogy ennyi. Na, menjünk. Sárga tetszik neki. Jó, ajánl, igen. Na, menjünk tovább. Na, és lett egy új, egy Apple Watch Ultra, amit én néztem, hogy what the fuck? nem értem, nem értettem először, hogy, vagy értettem, hogy elhangzik a kínóton, csak nem tudom, hogy ennek van-e létjogosultsága valóban. Mint látjátok ezen a displayen, hát ilyen kalandvágy embereknek van, bírja a hőt, a mélységet, a mit tudom én, hőség, hőséget, az másodszorra mondom, de egy csomó mindent, és igazából ennyi, meg az üzemidő sokkal nagyobb, robosztusabb, de mindjárt megnézzük ezt a kis videót is. Nagyon brutál ára lesz, számolgattam már bejelentést, hogy milyen ára lesz. És nyilván egy nagyon erős, nagyon strapabíróra lesz, de nézzük már még előbb az árakat. Ha, ja, 4.19, Jézusom! Én ilyen 400-ra tippeltem, még ráraktak egy 20-as, 420 es Apple Watch is lett, tehát ez itt a, legultimétebb. Fú, hát ez is Mészáros Löllernek a szintje. Ö, és a design az így néz ki, de mindjárt megnézzük akkor erről is a videót, mert akkor még mondok róla pár dolgot, de ja, mind néztem, hogy ez így kinek? Mert nem lehet, nem magyar piacra szánták. Na nézzük akkor. Tehát legyetek, igen, Apple vagy Ultra, legyetek, hogy ilyen hegymászokkal ö, reklámozzák. Szóval igen, akik kimennek gyakran, és látszik is, legyetek, itt is úgy ábrázolják, hogy ugye ele, el, tehát hóban Elvileg nagyon fogja bírni a hideget, meleget víznyomást, itt kal is promozták És hát a dizájn, látjátok, így néz ki. Nyilván minden része nagyon strapabíró, még az erőlapja is. Titánium a ház, és szafíra az üveg ugye az elég strafabíró valóban. És az üzemidő is, ugye láthatok milyen vastag, az üzemidőse miatt nagyon nagy lesz. Direkt ilyen triatlonistákkal tesztelték, hosszú tesztelték, nagyon pontos GPS van benne. Itt többször is kiemelték amúgy, hogy a, az üzemidő nagyon jó, szóval lesz benne egy olyan mód, mindjárt, szerintem az is, azt is mutatják, hogy kibír egy maratont is simán az axi, tehát le tudsz mérni vele akár 9 óra a mozgást is. Hát igen, nekem ez már agyeldobós eldobós egy kicsit. Nem én vagyok a célközönség. Látjátok, itt van a búvárkodós rész. Fejleszthetek rá egy applikációt. Van egy plusz gomb rajta, ami funkciókat kapott. Látjátok, az a ez de plusz gomb rajta. És az is be van programozva, hogy hát különböző funkciói legyenek. És itt a búvárkodás, a víznyomást is bírja. Nyilván megvan adva meddig ebbe sem vagyok egy célközönség, ugye? És mutattak egy applikációt a kínóton, hogy mennyire profil lehet vele búvárgodni. Nem tudok hozzászólni, mert nem vagyok búvár. Vagy sose búvárgottam, hogy össze legyek. Ja, úgyhogy ez lesz az új Ultimate Ultra, ultra jó Apple Watch. Nem is tudom, szóval mit mondjak róla. Nem tudok, mit mondani róla. Nem, ez, erről nem lesz teszt, az biztos, rácok. Tehát az biztos, hogy, hogy ez, 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 nagyon brutális. Nem is fogtok ilyet látni nagyon szerintem embereken, mert ennyit nem költ rá szerintem senki. Vagy hát majd meglátjuk. Lehet aztán ez az legnépszerűbb. Volt már olyan. valami azt tippeltem, hogy orvos nem fog senkinek, és közben meg igen. Ők ezt jobban tudják, biztos van célközönsége. Réteg igény. Úgyhogy ez, srácok, nem tudok tényleg más vonni róla. Nem, eldobtam az agyam nyilván, hogy tök jó, csak nem én vagyok a célközönség. Meg kicsit csúnya, szerintem. Tehát dizájnra nem annyira szép. De az biztos, hogy erős lesz és izmos. Szóval ez volt a két Apple Watch. Csodálatos. Na menjünk tovább. srácok, lecseréltem a mikrofon, mert nagyon ö, így szakkadozott nekem. Hát most meg visszhangzok, de bocsi. Most sajnos az ilyen. De egyébként is ez egy pilot, szóval írjátok meg, hogy van-e erre igény egyáltalán, vagy nincs egyáltalán fennmarad, mert az is lehet, hogy letiltja az mint a szar, mivel hogy használom az ő videójukat. És így ellopom. Na mindegy, itt van az AirPods Pro, sok változás ebben nincs, hangzásban biztos van, de igazából a pár dolog van csak, látjátok, ugyanaz a design, mint most. Tehát azon nem változtattak külsőre, legalábbis a fülhallgatók tekintetében de Watch The Film, nézzük meg a filmet itt is, és akkor megnézzük, hogy milyen. Ugye lehet, ugyanaz gyakorlatilag, uh, itt belül történtek dolgok, ugye változtatták a hangzás, biztos, hogy szebb a hangzása. Itt kiemelték, hogy ugye a... Igen, itt van, csak kicsit beakadt, nem tudom miért up to um, two times more active noise cancellation, tehát elvileg jobban ki fogja zárni a zajokat. Most is kizárja a Pro, de ez elvileg jobban ki fogja. Kétszer annyira így pontosak legyünk. Special audio, hát biztos gyönyörű szép hangja van. Itt ugye szóval a zen, amit nem hallatok, mert tényleg nem akarom, hogy letiltsanak. Le Ú, igen, touch control, ez már nem csak nyomni lehet, hanem érzékeli ugye ezeket a gesztusokat is. Több fülharang lett, precíz megtalálás, ugye a lokátorban már így precízen rá tudsz találni, hogyha nem láttatok. Nekem is van videóm a Ertegről, abba debütált ez a nagyon precíz ilyen keresés. Nézzétek meg azt a videót, ha nem láttátok. És hangszóró van rajta, Plusz van ilyen kis akasztóka rajta, amely mint a tokon. Hát ennyi, ennyi. Úgyhogy, hát majd a hangjára kíváncsi lennék. Igazából szerintem ennek is felment az ára, majd mindjárt megnézzük az árat, de gyakorlatilag ennyi. Ennyi. Nagyon kíváncsi ezek 6 órás üzemidő még ott szemet szúrt, hogy 6 órás üzemideje van. Ugye eddig azt hiszem 5 és fél volt, jól emlékszem, picit kevesebb volt. A 6 az teljesen átlagos, tehát valami, valamelyik márka már többet tud. Illetve a H2 chipsetet mondták itt, hogy az egy hát könnyebben fog csatlakozni. Meglátjuk majd. Nem tudom, nekem lesz-e róla videóm, egyelőre szerintem nem, de majd hát ki tudja. És akkor nézzük a magyar árakat, már nagyon kíváncsi vagyok. Na, itt van az árazás. 124, az AirPods 1 volt, 90, ugye? Vagy 99? Mindegy, valami, valahogy 90, valahány, tehát mindegy, ez is emelkedett. Az a lényeg, hogy ez a forint euró árfolyam miatt van, mert szerintem nem az Apple emel, hanem rossz a forint. Gyenge. Forint dollár. Vagy forint dollár. De lehet, nem, 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 hogy Euróba veszik amúgy a magyar, magyar kereskedet. Na mind nem tudom, mindegy, gyenge forint, és ezért 24 ezer drágább. Na menjünk tovább, ez volt az Airpods. Na, meg, megoldottam a recsegést, hála jó Istennek, úgyhogy legalább ez nincs. Következő az iPhone 14 és a 14 Pro, először a 14-et fogjuk ugye megnézni árak szempontjából egyébként úgy van, hogy 4,49 a sima, és a plusz, mert van a nagyobb verzió, az 4,99. Ugye lehet plusz, de ezt már régóta pletykálták egyébként. Tudtuk, hogy lesz, ugye itt is van, hogy big and bigger. A mini szint sajnos, viszont szerintem lesz igény erre a nagyobbra. Imádják az emberek a nagy telefonokat. Én mondjuk már ezt a 4,7 szót nem, de, a, de ez a 6 szól, hogy 4,7, Jézusom, 6,7, a, ha, a sima 6 szolos, mint a 12 is, az még tűrhető kategória, én szerintem legalábbis. Úgyhogy akkor nézzük meg itt is egy kis videót. Így néz ki, kicsi nagy, iPhone 14. De nézzük meg, hogy a design az tök ugyanaz. Most nem látjátok, de teljesen ugyanaz. Még talán a színek is ugyanazok. Ugye van egy új frontkamera, mondjuk kamerák újak, nagyobb szenzor, Maradt a két kamera, mivel nagyobb szenzor több fényt enged be. Great photos in low light, igen, hát ezt nagyon kiemelték. Notch az maradt, igen, tehát a notch az maradt ugyanakkor, mint eddig, az a képernyőbevágás. És jó üzemidő. Hát tudjátok, ez szokás. Ez egy szokásos upgrade igazából, nem egy nagy dolog. Van az action mód, viszont nagyon jó, hogy be lehet kapcsolni ilyen extra smooth videót, tudjátok, mint a GoPro-nál is. GoPro is. van ez, hogy hiába rángatod így a kezedet, ilyen gyönyörű szép kép lesz, ez, ez viszont nagyon tetszik. Ez nagyon bejön, illetve hát az új processzor, erősebb, gyorsabb, jobb. Kíváncsi lennék, hány, ram, mennyi, hány ramot, mennyi ramot raktak bele. És itt van egy ilyen emergency szolgáltatás, hogy ha nincsen térerő, akkor előveszed a telefont, keresel egy műholdat, és segítséget tudsz kérni ilyen emergency satellite tel és segítséget tudsz így kérni, hiába nincsen térerő, csak ugye oda kell így navigálnod, hogy hol van szatellit, vagy műhold. És akkor tudsz kérni segítséget, ez egy újítás, ezt tetszett nagyon. Elvég nagyon sokat dolgoztak rajta, és ennyi. Úgyhogy ez nem lett egy nagy cucc, ez egy általános upgra upgrade lett, nem rossz. A plusz verziót amúgy arra kíváncsi leszek majd, amikor meg lehet nézni. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi, ez volt az iPhone 14, amúgy alapvetően tetszett. tetszett. Ugye nekem most 12 van, úgyhogy én kíváncsi voltam, amit raknak vele. Hát a 120 Hz kimaradt most is, de teljesen korrekt szerintem. És akkor nyilván itt a pró, igen, ezt már látszott, hogy már ugye ez is kiszivárgott, hogy ő, hogy fog kinézni. Ugye látjátok, a notch helyett lett egy ilyen kis kapszula, ami a valóságban egyébként három darab pöty, csak szoftveresen így összekötik egyé. És hát igen, itt meg lett bolondítva, de ha nézzük meg itt is akkor a videót, hogy a design itt is ugyanaz, méret ugyanaz, rozsdamentes acélkeret, üvegelőlap és üveghátlap, ami matt üveg, szóval nagyon minőségi, súlya biztos, hát elég súlyos darab. Ugye ezek a telefonok eléggé nehezek. Sok embert ez nem zavar, engem például igen, és akkor itt van a kis vidinyom róla. Igen, hát érdekes ez a kis kapszula rajta, de nem rossz. Három új kamera, ami nagyobb mérete rendelkezik, ezért szebb, tehát sokat több fénybe enged. Hát ez röhelyes, amikor erre a nagy áványra ráteszek egy telefont, ez még mindig röhelyes nekem. De eddig is gyönyörű videókat csinált az iPhone, egyébként már az iPhone X-től kezdve teljesen vállalható. Nyilván itt van ugye zoom lencse, ultra széles és széles látószög, ez 120 Hz, de az tavaly is volt. Always kijelző, mindig megy a kijelző, ez is tök jó. Ugye ez nyilván... Ö kicsit leveszi az üzemidőt, de elvileg nem takarékos, és itt van az új ilyen kapszula, vagy szigetnek hívják ami interaktív, tehát az értesítéseket megjelenik, de ezt itt látjátok, hogy ilyen módon az értesítéseket így fogja mutatni a 14 Pro széria ezt tetsz, nem mondom, hogy ez akkora dolog de nagyon szépen meg van csinálva, tényleg nagyon szépen meg van csinálva, tehát jól néz ki kihasználják azt, hogy ott van egy kis lyuk és eléggé kreatív módon. Úgyhogy ezt tetszett. Ez tényleg nagyon jó, ugye profotó, szép képeket csinál, részletgazdag itt azt mondják, újabb processzor, kicsit nagyobb aksi, kicsit szebb kam vagy nagyobb kamerák. Hát igen, ilyen, ilyen részes képvel. azért ez, ez, nem rossz. Ez nem rossz, hogy egy telefonból ilyen jön ki. Én is tudom, hogy nagyon szép képek jönnek ki az iPhone-ból, meg videók is. Hát a videók az ugye mutatták a 14-nél ezt a nagyon, ugye, tehát ezt a nagyon rezeg a kép, mint itt, akkor ugye le tudja stabilizálni, mint a GoPro. Nekem az ott erről a És akkor a cinematic mód, ugye, ami tavaly is volt, az is picit fejlődött. Itt is ugye ez a szatellites dolog, amit az előbb elmondtam, az ugyanúgy megvan, látjátok, ez így működik, nincs térerő, SOS szatellit, és akkor hívja 911-et, Magyarországon az 112, és küld egy lokációt. nem mondjuk, hogy magyar magyarok mit tudnak ezzel kezdeni, ezt nem tudom, hogy Amerikába befut valahova, és akkor kijönnek, azt ugye elhiszem, de Magyarországon nem hiszem. Ott be kell telefonálni, tudjátok, vonalon, hogy hello, <laughs> elestem, rosszul vagyok, bármi. És érzékeli az, a baleseteket is, a 14 Pro is. Nem az Apple Watch, Crash Detection-nek hívják. Ez is egy hasznos dolog, reméljük nem kell, ezt nem, 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 kell megtapasztalni. De ennyi. Ugye ez az iPhone 14 és 14 Pro szokásos, szokásos. Nem, nem, mondom, hogy annyira nagyon durva frissítés, ez egy tipikus frissítés. Nem, az, nem évente szoktak iPhone-t venni az emberek azért általában. 3-4 évente. Aki négy éve vett, annak megéri nagyon, annak sok újdonság lesz. Na, ennyi gyerekek. iPhone 14 Pro. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Remélem, hogy tetszett. Adjatok visszajelzést, hogy jók -e ezek a formátumok, vagy, vagy, vagy milyen legyen, mert tudjátok, mindig nézem ezeket a kínótokat, csak már legutóbb nem is csináltam róla videót, mert nem látom annak értelmét, hogy pár száz ember megnézi, persze tök jó, tök jó, csak ahhoz képest nem látom úgy értelmét, hogy nagyon sok meló van vele. Hát így füzetbe írtam össze minden infót. És szerintem túl sok infó volt benne. Ez meg egy lazább formátum. Úgyhogy írjátok meg, hogy tetszik-e, legyen -e még ilyen, és írjátok meg, hogy melyik tetszett a legjobban. A három közül. A három fő kategória közül rohadt fáradt vagyok, úgyhogy el is nyomom a videót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, legyetek jók, és találkozunk a kövibe. Sziasztok!